Berge Józseffel, a Berekvíz Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, hogy milyen szezonra számítanak az idei évben, és milyen szabályokat kell betartani a strandra látogató vendégeknek a kialakult járványügyi helyzetben. Megnyitott a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő. A jelenlegi veszélyhelyzet miatt a gyógyvizes és a fedett medencetér nem került beüzemelésre. Így a szabadtéren található ifjúsági medencék, a gyermekmedence, valamint az úszoda kerülhetett a vendégek használatába. A legfontosabb és az alap a vendégeink és a munkatársainknak a megvédése a jelenlegi veszélyhelyzet koronavírus terjedésétől. Ezek után kezdjük mindjárt a beléptető rendszernél. A pénztárosok előtt egy plexit ablak lett elhelyezve, illetve ki lettek jelölve a távolságtartásra a különböző ragasztó szalagokkal, hogy álljanak meg a vendégek. A kollégák még szájmaszkot kaptak, a vendégekkel közvetlenül érintkezők, illetve gumikesztyűt. Ugyancsak a vendéglátó helyeknél, büféknél úgynevezett vásárlótér lett kijelölve. Sok helyen nem tudtuk a távolságtartásra figyelmeztető csíkokat is elhelyezni, de magát, hogy hol van a vásárlótér, az minden büfénél kijelölésre került. Azon kívül a belépés előtt egy tájékoztató táblát helyeztünk el, illetve a fürdő területén is több helyen, hogy hogyan fürdőzzön helyesen. Ezek szöveges és különböző ilyen ikonokat tartalmazó táblák, tájékoztató táblák, színesek, hogy felhívják magukra a figyelmet még jobban. Ezt nem csak a bejáratnál, hanem a fürdő területén és öltözőfülkeknél, stb. Elhelyeztük. Ugyancsak a fürdő területén a távolságtartásra ezeket a piktogramokat tartalmazó táblákat helyeztünk ki a medencék környezetében. Ezek figyelmeztető táblák, hogy ezt azért tartsák be a vendégek. Nyilván nekünk egy kicsit az nehézséget okoz, hogy nem tudjuk, hogy ki tartozik egy családhoz, vagy ki nem, de ezzel is szeretnénk segíteni, hogy ne történjen fertőzés. A gyermekmedence, amit szintén megnyitottunk, oda is piktogram került eljelzésre. Azon kívül, hogy szövegesen ki van írva, hogy felnőtt nem tartózkodhat, ne tartózkodjon a saját gyermeke érdekében a medencében. Ezen kívül két táblát helyeztünk ki, ahol apa, anya és középen a gyerek, csak apa agya az piros csíkot kapott keresztbe, vagyis le van x-elve, hogy ezzel is próbáljuk segíteni azt, hogy ne menjenek be a felnőttek. A vendégek részére a fedett részen a medencetéren kívül öltöző kerül majd megnyitásra, ami abból a szempontból is előnyös, hogy a tágas tér jellemzi, így a távolság betartása nem okoz majd különösebb problémát az ide látogatók számára. De természetesen a kabinok használata is engedélyezett. Az úszoda nyithatott meg, és a csúszdás medence. A csúszdás medencében a csúszda az üzemelhet, a sodrófolyosó üzemelhet. Az úszodába viszont, talán látszik is, az üzemeltetést csak úgy engedélyezték, hogy a teknős békák, amelyek a visszaforgatott tiszta vizet juttatja vissza a medencébe, nem abban a formában nem üzemelhet, ahogy eddig üzemelt, hanem kénytelenek voltunk egy csövet ráhúzni a teknős békáink fejére, és levezetni a vizet a víz szint alá. Hogy egy kicsit oldjuk a feszültségét, és érezzék a vendégeink, hogy miért van ez, mindegyik teknős béka kapott egy szájmaszkot, hogy így védjük őket, vendégeinket egyébként a vírustól. Mint megtudtuk, dr. Beranek László, reumatológus főorvos is megkezdi a rendelését a strand területén. Az előírásoknak megfelelően a betegek viszont csak a gyógymasszást, az elektroterápiás kezeléseket és az iszappakolást vehetik a jelenlegi előírásoknak megfelelően igénybe. A szolgáltatók közül a Messzeföldön híres Feri Lángos büfé vezetője, Kékesi Ferencné Rózsika mondta el, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a tavalyi évi vendégforgalom felére számítanak. Úgy gondolom, hogy
mivel korlátozva vannak a medencék nyitásai, ezért ugye a gyógyvíz használata egyelőre nem megengedett. Gondolom, hogy a létszám így korlátozva is van a bejövetel, ezért szerintem a felére, ha számíthatunk, mint az előző években volt. Úgy gondolom, hogy akik ide szerettek járni, azok azért el fognak ide látogatni, reméljük, reményeink van. Elég sok visszajelzés van az iránt, hogy ide jönnek a vendégek függetlenül, hogy egyelőre nincsen gyógyvíz. És hát várjuk a feloldást, hogy mikor kezdhetünk igazából úgy dolgozni, hogy tehát a vendégek mindenféle ellátásban részesülhetnek. Ugyan úgy gondolom, mert az idősebb korosztály is meg lehet úgy oldani, hogy esetleg egy külön medencébe, és a fiatalabb korosztály pedig egy másik kettőbe még simán lehetne itt fürödhetne. Kálmán Lajos névfürdőző rendszeres látogatója a strandnak. Nem csak azért, mert a nyaralójuk van a községben, hanem azért is, mert a fürdő kiváló úszodájának köszönhetően folyamatosan hódolhat szenvedélyének az úszásnak. Természetesen a betartandó óvintézkedések figyelembevételével. Én minden áldott nap kint vagyok a strandon. Éves bérletem van, imádok úszni. Most is azt hiszem, én vártam a legjobban, hogy megnyíljon, és mikor hallottam, hogy csak a hidegvizes, nem mondom, hogy örültem, de nekem ez tökéletes. Most hiányzik az úszás után a melegvizes pihenés, de ennek is nagyon örülök. Hát naponta 2500 métert úszom minden nap. Ez az életem egyik legfontosabb része, és hál' Istennek eléggé egészséges vagyok. Még mindig tanítok egy pár órában, és hát imádom Berekfürdőt. Kint is lakunk ilyenkor már fél évet Karcagon, és a többi Berekfürdőn.